Újabb kedves vendégek érkeztek hozzánk, és mi volt az első kérdésünk? Hogy fogad van-e? Szervusz, jó reggel! Hogy vámpírfogat hoztatok-e Merán Bálint és Kenta úr, hiszen a vámpírok bájáról fogunk beszélgetni, ami most megújult egy picit. Na, mutassátok azt a fogat! Szervusztok! Ő a fog. Ő ebben a fog. Kell mindenkinek énekelnie, prózát mondania, nem könnyű feladat. Megmutatom, hogy... Hogy lehet majd megtanulni. Jaj, nagyon! Így néz ki a fog használat közben, és nagyon nehéz benne beszélni egyébként, tehát tényleg olyan, mint hogy egy protézist kapna az ember. De neked nem volt túl sok időd, hogy begyakorold ezt a dolgot. Ez tényleg igaz, hogy 10 nap alatt meg lehet tanulni? 10 napos Melyik szerepet játszod? Krolokot, a fő vámpír játszom benne. És egyáltalán nem könnyű egyébként 10 nap alatt beállni ebbe a produkcióba, mert rengeteg technikai feladat van közben, tehát nem csak énekel az ember, játszik, hanem tényleg annyi minden apróságra kell figyelni, vérpatronoktól kezdve minden, tehát... Hát gondolom, a kedves díszlettervező is gondoskodott arról, hogy itt-ott legyenek ilyen-olyan dolgok. Hát igazándiból, amikor a Bálint beállt, itt ennek volt már egy elég komoly rendje, ő azért azt hiszem a 60. előadás környékén állt be a produkcióba. Tehát egy eléggé alaposan kidolgozott rendszernek kellett ő, hogy a részévé váljon, és hát a jelmezeit is, meg mindent, ami a környezetében van, azt mindent azért próbáltunk hozzáalakítani. De nekik igazándiból stresszes, mi pontosan tudjuk már, hogy minek mikor kell történnie, de tényleg annyira sok aprólékos dologgal van tele. Hát ugye ezért egy filmrendező a rendezőnk, és hát ő tényleg a részletekben nagyon-nagyon sok apró részletben kis trükköket és poénokat helyezett el, úgyhogy azért tulajdonképpen nagyon komoly a feladat, mert állandóan észben kell tartani, ráadásul ő elég sokat öltözik, mert felöltöztettem egy jó pár ruhába, úgyhogy nem unatkozik egy percig se. Kieshet ez a fog menet közben? Nem, hát ez úgy van elkészítve. Ez Tatán készült egyébként, szponzorációként kaptuk. Közel 50 fog készült ugye így, és ez nagyon-nagyon jól működik, nagyon strapabíró. Kell is közben kivenni, tehát van olyan jelenet, amikor például fogadom a vendégeket, amikor fog nélkül játszom, mert ugye nem ijesztjük el rögtön a vendégeket, tehát a vámpír vissza tudja húzni a fogait. Persze. Ugye ez külföldön is nagy sikerrel futott ez az előadás, ilyenkor nektek mennyire kell követni vagy figyelni, hogy ott mondjuk milyen díszletek, milyen jelmezek voltak, ott a színészek hogyan formálták meg egy-egy... Ezt 97-ben mutatták be Bécsben. Én ott voltam egyébként pont a bemutatón ennek a produkciónak a producerével, Simon Edittel, és amikor a Polanszkival találkoztunk 4 évvel ezelőtt, amikor ez egész dolog elindult, akkor azt mondta, ő maga személyesen azt mondta, hogy olyan távol kerüljünk az eredetitől, amennyire csak lehet. Részben koncepciójánálisra, mert én úgy gondolja, hogy az neki nagyon mesés lett. A részben a 90-es évek vége színházi stúlusa olyan volt, részben pedig azt szeretné, hogy mivel itt most tényleg valóban kelet-európai vagy közép-európai tervezők, akik tudják, hogy ennek nagyon sok népművészet 1900-as évek végén játszódik, tehát a 19. század vége századfordulón, az ott akkori ruhákat, öltözködéseket, ami itt kellett. Bocsánat, közben megvan az első olimpiai anyar aranyunk. Majd Attilának, mindig csak így döntöttem. Az szuper, ez minden pénz. Hol is tartottunk? Igen. A lényeg az, hogy nekünk az volt a dolgunk, hogy minél távolabb kerülünk az eredet, és egy teljesen új koncepciót építettünk, mind díszletre, mind jelmezre. Egy nagyon gazdag, és tényleg nagyon a mi hagyományainkat, és tehát a környezetünket ismerő jelmezek vannak. Egy nagyon gazdag látványvilágú valami, és elképesztő pénz van benne, és munka van benne, hogy ez ilyenné vált. Tehát pont az olimpia kapcsán milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy egy ilyen feladat, hogy lehet fölkészülni 10 nap alatt erre? Mesélj erről valamit, hát, kérlek. Szerintem egy hasonló élmény lehet, amikor az ember kiválasztják egy ilyen csodás szerepre, mint hogyha valaki egy aranyat nyert. Tehát tényleg egy hatalmas öröm volt bennem. Jött a druk, elkezdtem tanulni, mert én ugye abban az időszakban tanultam meg az egész szerepet. Úgyhogy nagyon csodás élmény volt. Legközelebb mikor alakulsz át, és öltöd fel a vámpírfogakat? Holnap délután alakulok át, és ma estétől indul ez a széria, ami tart szeptember 2-ig. Igen. Hát akkor nagyon-nagyon zajos sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.